Sziasztok, én Stan vagyok, és szeretném ma nektek bemutatni az automata sütőket. Ebből jelenleg kettőt ismerek, egy gyengébbet, de olcsóbbat, és egy hatékonyabbat, de ez kicsit drágább is. Mind a kettőt megépíthetitek túlélőbe is, nem nagyon drágák. Viszont ugye kisütés során az XP-k azok eltűnnek, tehát nem kapjátok meg. Viszont cserébe ugye a vas és minden beleölt energiát visszaad, hisz nem kell nektek folyamatosan a sütőkbe pakolni, hanem bepakoljátok minden szenet és kisütendő anyagot egy ládába, és az folyamatosan kisüti nektek sorba. Na hát be is mutatom őket. Ugye ez a könnyebb verzió, és ez pedig a drágább. A könnyebbről annyit, hogy van ugye ehhez 3 hopper kell, ez 15 vas és 3 láda, plusz 3 láda az ugye ott van 6 láda és egy kemence kell hozzá. A sütőnek ugye két bemenete van, egy felső, itt megy be a nyersanyag, amelyet ki akartok sütni, és oldalsó bemenetek, itt pedig a szén megy be, ez bármelyik oldalán lehet, alul pedig kimegy a kisütött anyag. Ugye a felsőbe berakhatjuk mondjuk a nyers hús, most elő is készítettem. Mondjuk itt van ez a 33, berakjuk, és láthatjátok, hogy már szívül is benyomja a felső rekeszbe. Az oldalra pedig berakok mondjuk 60 szenet, és az is megszívja befele. És elkezdődött a sütés. Amint kisül a termékünk, a alsó ládába a hopper egyből leszívja, és itt is találhatjuk. Ez ugyanígy működik itt is, csak gyakorlatilag itt ugye megduplázódik az erő, viszont ez drágább is. Lényegében dupla annyi kell mindenből, azaz 30 vas, és azt mondja, hogy 9 láda és 2 kemence. Felső rekeszbe ugyanúgy berakok nyers húst, szenet, de nyers hús helyett akármit berakhatok. Láthatjátok, egyszerre elkezdi sütni. Ez azért jó, mert utána ide bepakolhatok mondjuk cobblestone-t, vagy mit tudom én, redstone-t, donort, bármit. És ugyanúgy szépen sorjába beszélni, és itt már kettesével, alul pedig kettesével kiírja. Na, építsük is meg őket. Ugye megépítem nektek a kicsit előtte. Kell egy láda lerakva, fölé egy hopper, afölé egy láda, láda már kemence. Ennek bármelyik oldalára rakhattok hoppert, én most ide rakok. Erre ugye megint egy láda, a kemence tetejére egy hopper, és arra megint egy láda. És meg is van az első, ugye a könnyebb, ez nem egy nagy dolog. A második az pedig mondhatni még egyszerűbb. Ugye két ládával indítunk, tetejére megy két hopper, arra két kemence. Ennek az elejére szoktam lenni két hopper, erre két ládát. A kemence tetejére pedig két hopper, erre pedig két láda megint. Meg is van ez is. Ezt a második verziót én még szoktam úgy is, hogy ugye kevesebb helyet foglaljon, hogy lerakjuk a két ládát, mögé rakjuk a két hoppert, úgyhogy a láda felé nézem. És ugye erre rakjuk rá a két kemencét. A két kemencének az elejére, hogy a kemence felé nézem ugye a két hopper, és a tetejére is ugye a két hopper, úgyhogy lefele álljon. Ezekre ládák kerülnek. És látható, hogy egy blokkot nyertünk az egészen, így könnyebb elrejteni, és gyakorlatilag ugyanúgy működik, tehát berakjuk a vast, és a szenet, ide rakjuk a szenet, és a vasat. És meg is indult a sütés.
és ott is van a két vas. Tehát ez ilyen egyszerű, könnyen megépíthető Survivorben is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!